első levéltári napokon mi csak mi levéltárosok osztottuk meg a kutatásaink eredményeit. 2021-ben bár maszk használatával, de mégis személyes jelenlét mellett rendezhették meg a megyei levéltári napot. A történelem megismerése szempontjából, és itt a hiteles történelem megismerés szempontját azt mindenképpen kiemelném, nagyon fontos az, amit a levéltárakban végeznek. Nagyon nehéz munka, de egy nagyon szép munka. És ami pedig különösen emeli a levéltári napoknak a fényét, azok pedig az előadások, amelyek mindig egy-egy kutató munkáját mutatják be nekünk, és rávilágítanak arra, hogy mennyire is fontos az a munka, amelyeket ők végeznek, és hogy milyen nagy szükség van nem csak az értékmentés, nem csak a múltunk megismerése szempontjából, hanem a jelenünkbe való, látóélés szempontjából is. A 28. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári nap programjában azok az 1980-as évek elnevezésű tudományos konferencia mellett átadták a Pro Archivo emléklapokat és a Balogh István emlékérmet. Megtartották az idei helytörténeti pályázat eredményhirdetését is. 2021-ben 14 pályamunkát értékeltek. A pályázatomnak a címe kapcsolódik a gyökereimhez. Ján településén nőttem fel, ott gyerekeskedtem, és ezeket a gyökereket bárhol is veti az élet, az ember nem tudja elvágni. A pályám címe Jándi Dávid élete és munkássága, aki egy nagyon fiatalon elhunyt festőművész, a Nagybányai Festőiskola egyik növendéke, akit sajnos Magyarországon nagyon kevesen ismernek, viszont a külföldi művészet világában nagyon ismert a neve. A programnak ezúttal is a Megyeháza díszterme adott otthont, ahol a jelenlévők megtekinthették a Magyar Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Skanzen közös projektjének egyik hozadékaként összeállt fotókiállítást. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum közös projektjében készült minden levéltárban, minden megyei levéltárban egy ilyen bemutató kiállítás formájától függően, vagy rollápon, vagy tárlóban. Azokból a fényképekből elsősorban, ami a Hazafias Népfront szervezésében 1984-ben készült és maradt fent az országos levéltárban, de szerencsére ezek a képek fennmaradtak a mi levéltárunkban is. Igaz, hogy csak néhány településről, Nagyecsedről, Máriapócsról és a hozzájuk tartozó kisebb településekről, hiszen nálunk a többi település fotói magángyűjtőktől, az ottani helytörténészektől került ki. Az anyag a megyei levéltár anyagával kiegészülve 6 megyei település képét mutatja be az adott időszakból. A kiállítás vándorkiállítás, ami a levéltári napot követően elsőként Nyíregyházán a megyei levéltár épületében tekinthető meg.